Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ő fél attól, hogy elveszít téged. Ez a kártya itt középen utal az ő jelenlegi helyzetére. A 8-as szám itt fent azt jelenti, hogy van nála egy húzavona. Ő bizonytalan. Fogva érzi magát, és keres egy kiutat, ahogy a képen látható is, itt a botok utalnak egy új irányra, a lehetőségekre, és ebbe az irányba tekint. De mégis valami vagy valaki fogva tartja őt, erre utal itt ez a kígyó. Ez a kígyó lehet változások, vagy egy gyógyító erő nála, amikor benne van ebben a megújulásban, ebben a transformációban, de ez a kígyó jelentheti az ő félelmeit, bizonytalanságokat, vagy jelképezhet egy nőt a háttérben, aki megpróbálja őt fogva tartani, de ő nem erre a nőre figyel oda, hanem itt keres egy kiutat. Itt látható ez az idős bácsi, ez egy bölcs ember, Konfúciusz, tehát szimbolizálja a tudást, a bölcsességet. Az lehet, hogy ő most tanul valamit, vagy kéri valakitől a tanácsot, mert szüksége van erre a segítségre. És mi lesz ez a tanács? Az, hogy közeledjen hozzád. Hiszen itt látható a 2-es szám, és az utal rád és őre. Azon kívül átnyújtja ezt a kelyhet, ami szimbolizálja a víz elemét. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Tehát érzelmekkel közeledik hozzád, és ha te is kimutatod az érzelmeidet, ezt ő elfogadja. A háttérben látható a hold energiája, ami szintén érzelmekre utal. Jelenti az álmokat, a vágyakat, a reményeket. Nála nem csak érzelmekről van szó, nem csak arról, hogy érzelmekkel közeledik hozzád, hanem itt látható, hogy kicsit visszahúzódó néha, elgondolkozik mindenen, vagy tervez valamit, és itt ez a tűz előtte azt jelenti, hogy keres egy meleg otthont. Tehát tervezi azt, hogy együtt éljen veled, vagy akar egy családot alapítani veled, egy közös otthont, egy meleg, közös otthont. Itt újra a kelyhek láthatóak, tehát itt lesz egy találkozás, kimutatja az érzelmeit, odafigyel rád, fontos az is, hogy tőled megkapja a szeretetet, mert erre alapítja a jövőt. Itt látható egy elképzelés. Neki megvannak az álmai és a vágyai, a tervei. Ő tudja azt, hogy mit akar. És miről beszélnek itt a képek? Egy közös otthon tervezését akarja elérni. És itt meg lesz hamarosan ez a találkozás, ez a közeledés, hiszen ő nem akar elveszíteni téged, fél attól, hogy elveszít. Lehet, hogy érzi azt, hogy te most kicsit elfordultál tőle, más irányba tekintesz, vagy vannak új kapcsolatok, és most ragaszkodni fog hozzád. Itt látható, hogy közeledik ezen a paripán, nála fontos az arany érem,
az jelenti az anyagiakat, tehát rendezi az anyagi dolgokat, és ha érmékről van szó, akkor beszélnünk kell munkáról vagy hivatásról is. Itt is szeretne elérni valamit, előre mennek az események. Az is lehet, hogy pénzt ad ki, vagy egy lóra, vagy egy autóra. Amit ez az arany érem még jelent, ezek a belső értékek. Számodra ez azt tükrözi, hogy te nagyon értékes vagy számára, nem akar téged elveszíteni, sőt fél attól, hogy eltávolodsz tőle. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderát!